Nemesi család volt a Csákiak, a Lubiak és a Becstiek. Ugye a Lubiaknak nagy alta van a kastélyuk, a Rózsa, csak az magánkézben van. De például a Komlott faluban van a Becsti Kossuth kúria, ami Magyarországon egyedülálló kisnemesi kúria. Jelenleg folyik a felújítása, jövőre az is látogatható lesz, úgyhogy be kell vinni az úti programot, tehát kapkacs listára kell rakni. És például úgy van, hogy ott a templom, tehát a templom, mint onnan járunk, a mi részünket már megcsináltuk, tehát úgy, hogy egyenesen át lehet jönni, itt egy út jön ki, ami Komlott otthonból át lehet jönni, ugye nem a főúton, ide Csengersimába, és én most úgy hallottam, hogy valamilyen megint egy gyalogos kerékpár hidat csak lesz építve a Szamoson, és akkor ugye a Csengerbe nagyon sokan pakolcék ülnek, és akkor már onnan egy túrát elindítani lehet, hogy egy Csenger átjönne vidd a Komlott otthonú, és akkor itt megint kiugratnánk nagy részet. Hát ezt így összekötve, mert ez egy nagyon jó kis attrakció lenne fizikailag is. És ez most úgy néz ki, hogy meg is fogalmas. És amit most mondod, hogy Becsen ez a Kossuth kúria, hogy a... Becsi, Komlott otthonúba, Becsi, Kossuth kúria. És ott a... tehát a Kossuth darab is meg van még leszámolva? Így van, Kossuth Gábornak, így van, igen, igen. Például a Becsi Margit néni, aki ugye egyik Kossuthnak volt a felesége, például az nemrég halt meg, és az összes nemes iratokat meg minden ránk hagyták, mert mi vagyunk a gondokai. Úgyhogy ez is majd kiállítás része lesz az egész. Érdemes, az 4 hektáron van, több minden lesz, meg a kúria, meg a gyönyörű szép. A park az megmaradt, vagy az minden, és most az is felújítás alatt, meg kávézó, meg minden épül, tehát meg a belső részében ott inkább ilyen lakodalmakra fogunk rámenni, de például teljesen vissza, eredeti állapotába vissza lesz állítva, például 8 darab gyönyörű kályha volt, azok is most mind vissza lesznek állítva. Tehát gondolom valami az intézet van, az alapján, hogy csak visszaépítik. Persze, persze, nekünk rengeteg arról felvételünk a fotóink vannak, és az alapján.